Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel, a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Honor Trade Részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Én Csonka Erzsébet vagyok, a PPH egyik vezetője. Én Tóth Ferenc, a PPH egyik vezetője. A mai képzés két részből fog állni. Egy tudatosságfejlesztésből és egy ember és életjobbító coach képzésből. A szünetekkel együtt körülbelül 8 óráig fog tartani. Tegeződni szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mestercoach és boldogság specialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legismertebb mestercoach és személyiség és képességfejlesztő szakember. 2016 óta ismerem személyesen, és meggyőződtem arról, hogy Szedlacsik Miklós mestercoach képzései folyamatos és hatékony fejlődést biztosíthat nekünk. Olyan eszmék vezérlik az életét, amik emberek millióinak életét változtathatják meg. 37 éve él boldog házasságban, sokat tettek azért, hogy jól tudjanak együttműködni. Kiegyensúlyozott, boldog családi életük van. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy közben az élete romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Példamutató, felelősségteljes és kötelességtudó tanító. Számára fontos, hogy az élete minden területén képes legyen megállni a helyét, és erre mások is képessé váljanak. Erről is meggyőződtem a sok év során. Tele van lendülettel, energiával, amit az egyéniségén keresztül tud a leginkább kifejezni. Az életében különösen fontos szerepet tölt be a körülötte lévő dolgok működésének megértése. Rengeteg tapasztalatot szerzett az emberekkel való bánásmódban. Szedlacsik Miklós több mint 30 éve foglalkozik emberekkel, és van saját szervezési csapata is. Átlag emberként kezdte, és az élet vezette mostani útjára. 90-es évektől nyitott a spiritualitás felé, a PPH több mint 10 éve jól működő spirituális közösség. Nagyon sok ember fejlődésében segített már a Nyílt Akadémia létrehozásával. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének vezetője. Korábban az anyagi területen is sok sikereket ért el. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezet piacvezető. Vezetőnk több különleges médiumi képességekkel rendelkezik, többek között a teremtőjétől kap válaszokat, információkat. Küldetése az aranykor létrehozása és az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében, boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklóst, mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hát, hogyha lenne egy 10-es skála, és azon a 10-es skálán az lenne, hogy mennyire vagy elégedett a jelenlegi világgal, akkor vajon hol helyeznéd el a 10-es skálán? Hát a nulla az nem tud lenni, mert... Tehát ugye azt tudjátok, hogy az 1-es, 2-es az az elégtelen. A 2-es, 3-es az az elégséges, 3-as, 4-es közepes. Vagy még így se? Vagy is várjál, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, ugye az elégséges, és akkor a 5-ös, 6-os. Az a... Várjál? De az még úgy kevés. Tehát hogy van? 1-es, 2-es?
Hármas, négyes. Tehát egyes, kettes, hármas, négyes. Ötös, hatos. Ötös, hatos. Hetes, nyolcas. Hetes, nyolcas, az még kevés. Akkor ez nem jó. Mindegy. Hát a kilences az a csillagos ötös. Jó, tehát akkor hogy számolnánk ezt? Hármasával? Mindegy. Na, hol helyeznéd el? Kettes. Kettes? Tehát még itt inkább ilyen elégtelen, nem? És mi baj van a jelenlegi világgal? Na mi baj van a jelenlegi világunkkal? Tessék? Túl sokan bégetnek. Ja, túl sokan bégetnek. Elnyomás, hazugság. Elnyomás, hazugság. Aztán? Rossz szándék. Akkor nézzük meg, hogyan is kellene az embernek működnie, jó? De mielőtt ezt megnézzük, először is nézzük meg, hogy mi az, amivel mi foglalkozunk. És akkor megértitek mindjárt, hogy miért is csináljuk, hogyha rájössz arra, hogy hogyan is működnek az emberek jelen világunkban. Vannak coachképzéseink. Coachképzés mit jelent? Azt jelenti, hogy ember és élet jobbító, legalábbis a mi értelmezésünkben. Tehát aki coach, az képes az ember és az élet jobbítására. Vajon erre szükség van a mai világban? Hogy jobbítsuk az embereket, jobbítsuk a világunkat? Van egy előző videóm, szerdán készült, aminek van egy érdekes címe. Emlékeztek, hogy mi a címe? Nem emlékeztek? Hogy az emberiség, tehát most nem szó szerint idézem, de ez a lényege, hogy az emberiség visszasüllyedt a sötét középkor szellemi szintjére. De így már emlékeztek. És ha végig gondoljátok, vajon ez igaz? Tehát sötét középkor szellemi szintjén vannak, nem. Tehát a műszakilag fejlődtünk, de szellemileg az emberek fejlődtek. Hát én mióta az eszemhez tudom, azt látom, hogy szellemileg az emberek átlagosan visszafelé fejlődnek. De szó szerint. Tehát ami azt jelenti, hogy ilyen elhűlés folyik a világban. Na most elhűlés akkor tud lenni, hogyha elhűítik az embereket. Na most, ugye régen kik hűítették el az embereket? Hát a papok. A papok. Most kik hűítik el az embereket? A média tulajdonosai. Így van, a média tulajdonosai. Azok pedig lehetnek politikusok, lehetnek milliárdosok. Jó? Lehetnek a kettő együtt, hogy politikus is, meg milliárdos is. Bár ugye az emberek nem nagyon szeretik a érdekes mód a milliárdos politikusokat. Pedig gondoljátok végig, ha mondjuk egy milliárdos az politikus lenne, akkor legalább nem a politikában akarna további milliárdokat szerezni, talán. De így ugye, mikor rendszerváltásunk volt, ugye 89-90, akkor én rögtön azt mondtam, hogy az lesz a baj, mert ugye régen kik voltak a parlamentben? Bárok, grófok, hercegek voltak a parlamentben. Akiknek ugye komoly vagyonuk volt, és nem a vagyonosodás miatt lettek politikusok. És ha valaki nagyon gazdag, akkor azt nem lehet megvenni. Mert fogja és megveszi azt, aki meg akarja őt venni. Ennyi. Szóval azáltal, amikor volt ugye a rendszerváltás, rögtön azt mondtam, hogy itt az lesz a baj, hogy olyanok kerültek a politikába, akik csupasz seggűek. Szó szerint ezt mondtam. Csupasz a seggük, és így akarják beburkolni. És vajon igazam lett? Igazam lett.
Tehát a politikusok a vagyonosodás miatt lettek politikusok, a jó része. Na most vajon mióta lehet ez? Hát azóta, mióta az emberekkel elkezdték elhitetni, vajon mikortól kezdték el elhitetni, majd ezt is mondom, az emberekkel elkezdték elhitetni azt, hogy ő nem beleszületett egy élőhelybe, egy élőhely, olyan helybe, ahol onnan nincs kiút. Tehát hogyha régen mit tanítottak? Régen azt tanítottak, hogyha jobbágynak születtél, akkor az maradtál. Ha parasztnak születtél, az maradtál. Ha mit a polgárnak születtél, akkor az maradtál. Ha grófnak születtél, akkor grófként haltál meg. Ha bárónak, vagy mit tudom én, hercegnek születtél, akkor úgy haltál meg. Ha királynak születtél, akkor királyként haltál meg. Szóval a lényeg az, hogy régen nem volt olyan, hogy bekerülhetett az ember egy másik társadalmi osztályba. Tehát régen is voltak társadalmi osztályok, de az társadalmi osztályok nem voltak átjárhatók. És elkezdték a 20-as évektől, kitalálták, egy pszichológus találta ki, és az amerikai kormány ennek a pszichológusnak a segítséget kérte. Ez egyébként Sigmund Freudnak az unokaöccse volt, és ő neki a segítségét kérték, hogy hogy lehetne az embereket vásárlásra bírni. Tehát vásárlásra bírni. Mert ugye akkor volt a világgazdasági válság, és a világgazdasági válság abból alakult ki, csak hogy tisztában legyetek ezzel, tehát most nem nézünk semmilyen összeesküvés elméletet, abból alakult ki, hogy a második, akarom mondani, az első világháborúban az USA felfokozta az ipari termelést. Azért, mert le volt maradva a katonaság fejlettsége, le volt maradva a világ többi ország, fejlett országához képest. Le volt maradva. És fogták és hatalmas mértékben elkezdték felfejleszteni az első világháború idején az ipart. És utána, tehát milyen ipart? Hadipart. Tehát a hadipart. Igen, ám de az első világháborúval megszűnt az, hogy a hadiparra olyan mértékben szükség van, mint a világháború idején. És ott volt az ipar, a felfejlesztett ipar, és azt mondták, hogy oké, na most mit csináljunk vele? Hát nincs rá szükség. Mert a kutya sem vásárol ipari termékeket. Világos ez? Az emberek, a lakosság nem vásárolt ipari termékeket, a cégek se és egyéb dolgok sem, mert megszűnt a háború. Örültek, hogy luk van a hátsójukon. Érted? Tehát nem, hogy még vásároltak mondjuk volna a fegyvert. És mit csináltak? Kitalálták azt, hogy valahogy ezt a felfokozott ipari termelést valahogy hasznosítani kellene, és mi lenne, hogyha a lakosság vásárolná meg az ipari termelésnek a javát. Igen, ám de a lakosság nem akart vásárolni. Erre kitalálták azt, hogy mi lenne, ha segítségül hívnánk pszichológusokat. És akkor találtak ugye egy pszichológust, amelyik kormánytanácsadó lett, ugye Sigmund Freudnak az unokaöccse, és ő szépen kidolgozta azt, hogy hogy lehet az embereket manipulálni a médián keresztül arra, hogy olyan dolgokat is vásároljanak, amire nincs szükségük. És rájöttek arra, hogy erre a legjobb alanyok a hölgyek. Az urakat nem tudták, tehát a férfiakat nem tudták manipulálni kezdetben vásárlásra. És akkor rájöttek arra, hogy az első olyan dolog, amivel elkezdték tudni a férfiakat manipulálni,
De már a hölgyeket akkor már sok éve manipulálták, és a hölgyeken keresztül a férfiak is kénytelen voltak többet keresni, hogy a hölgyek igényeit kielégítsék, vásárlási igényeit kielégítsék. A nőket vajon mind keresztül tudták kezdetben manipulálni leginkább? Na, min? A ruhán keresztül, bizonyám. És új ruhákat találtak ki, a divat szakma akkor kezdett el kifejlődni, újfajta ruhákat találtak ki, meg kitalálták a divatot, addig nem volt olyan, hogy divat, és kitalálták a divatot, érted? És a hölgyeknek, nem a férfiaknak találták ki. Akkor találták ki a harisnyát is például. Tehát milyen? A neoló harisnyát. Tehát nem a rendes bunda harisnyát, ami kötött harisnya volt a hölgyeknek régen, mert ugye olyan volt kötött harisnya, de olyan, hogy nylon harisnya, mert nem volt. És a nylon harisnyában, hogy látszik a lába a hölgynek, még sőt, szebb lesz tőle a lába, mint előtte volt. Szóval elkezdték manipulálni ugye a hölgyeket az öltözködésen keresztül. Akkor utána elkezdték manipulálni, hogy hát a nők a világ nagy részén nem bírtak olyan szavazati joggal, például az USA-ban sem, mint a férfiak. És akkor beindították az emancipáció, tehát mondjátok már nem az emancipációt, hanem a feminizmust, hoppá, feminizmust, bocsánat, tehát elindították a feminizmust, feminista mozgalmakat hoztak létre, embereket patronáltak, hogy feminista elveket kezdjenek vallani, tehát hogy patronáltak pénzzel, embereket pénzzel, fizettek érte, hogy foglalkozásszerűen feminista vezetők legyenek, és tehát kelljenek ki a nők érdekei mellett, ugye ez Amerikában így volt, és utána egyre több országban így lett, feminista mozgalmak kezdtek el kialakulni, és ugye, ha megnézzük, nagyon érdekes jele van a szabadságnak. Mi a jele a szabadságnak? A V betű. V betű, de ez furcsa egy jel, a szabadsághoz, mert az ördög szarvát is jelképezi. Na mindegy, de nem ez a lényeg, hanem ezért ugye V betű az a szabadság, ugye mindig így mutatták, hogy szabadság, szabadság, szabadság. Na most ugye az egyenlőséggel ugye a feminista mozgalmak azt tették a zászlójukra, hogy egyenlőség hozz el a nőknek a szabadságot. Tehát, hogyha egyenlők lesznek a nők jogaik a férfiakkal. Miben voltak Amerikában kevesebb joguk a nőknek? Választás. Tehát magyarul a nők nem szavazhattak, csak a férfiak. Meg nem vállalhattak politikai szerepeket, meg ilyesmit. Tehát ebbe ugye voltak csak háttérben helyezve a férfiakhoz képest. Ugye Magyarországon még ez se nagyon volt, mert ugye itt már régen ugye a nőknek megvolt a szavazata joguk. De nem is ez a lényeg. Szóval az a lényeg, hogy kitalálták azt, hogy ezt a jelet alkalmazzák, ez ugye akkor áll így a két ujjunk, ha ide teszünk közé valamit. Tehát ha ide közé teszünk valamit, akkor két ujjunk így marad. Oké? Okay? És kitalálták azt, hogy van egy olyan, ami Amerikából jött, ugye a dohány. És mi lenne, ugye hát az, hogyha, mert ugye a szivar az vastag, nem biztos, hogy befér egy hölgynek az ujja közé. Hát mi lenne, hogyha valami más csinál neki, kicsit károsabbat, mint a szivar. És ez lett a cigarett
cigaretta. Oké? Okay? És az vékony, az befért a hölgyek ujja közé. És azt tanították, hogy így kell szívni a cigarettát. Érted? Így. És ez egy szabadság szimbóluma is lett a hölgyeknek. Addig soha nem dohányoztak hölgyek sehol a világon. Csak férfiak. Tehát hölgyek, ugye férfiak hogy dohányoztak? Ugye ez Amerikából jött a, ugye Amerika felfedezése után a dohány, addig nem volt Európában dohány. Mit csináltak? Szivaroztak vagy pipáztak? De nők nem. Tehát nem volt cigaretta. Az a 30-as évek, 20-as évek végén kezdődött a cigaretta szezon, addig olyan, hogy cigaretta nem létezett. És ugye a szivart hogy fogták? A szivart azt így fogták. Azt nem így fogták, azt így fogták a szivart. Az nem volt szabadság szimbólum a szivar. És a szivar kevésbé volt káros, mert az dohánylevélbe volt becsomagolva. A cigaretta viszont papírba. És a cigarettában a legkárosabb a papír, nem a dohány. Ezt csak úgy mondanám, nem tudtátok? Hát pedig ez így van. Ugyanis a dohányban nincs kátrány, de a papírban van. Oké? Okay? És a papírba begöngyölt cigaretta, dohány kátrány lerakódást okoz a szervezetben. Tehát lényeg az, hogy kitalálták, hogy legyen egy kicsit károsabb. Ha minek élnek addig az emberek, nem kell addig élniük. Hiszen már az 1800-as években kitalálták hatalomban lévő emberek, hogy hogy kellene. Már erre tanulmányok születtek az 1800-as évek második felében, hogy hogy kellene a népet, népesség szempontjából korlátozni, hogy növekedjen, hanem hogy akár csökkenjen. És ennek része volt, hogy nem csak dohány van a cigarettában. Oké? Okay? És ezáltal ugye szabadságszimbólum, káros szenvedély, ezáltal a cigarettára elkezdték rászoktatni a hölgyeket. Tehát mondom, előtte csak és kizárólag férfiak dohányoztak. És ez mit jelentett? Ez azt jelentette, hogy teljesen sikerült elindítani a fogyasztói társadalmat. Hogyan tudták a férfiakat manipulálni? Nem tudom, tudjátok-e, hogy milyen műszaki eszközzel tudták manipulálni? Mivel? Nem. Autó. Autóval. A férfiakat az autóval tudták. Hát gondold végig. A férfiak lovagoltak régen. A férfiak hajtották a lovat a szekéren, majd a kocsin. Oké? Nem a nők. Tehát genetikailag ugye a férfiakba jött, hogy ők azok, akik közlekedni akarnak. Például amikor a biciklit kitalálták, nem nők bicikliztek, hanem férfiak. Tehát az összes közlekedési eszközt a férfiak uralták. A nők azok csak hébe-hóba. Oké? Okay? Na most természetesen jött egy újfajta közlekedési eszköz, az autó, és a férfiaknak ez rögtön szimpátiát keltett. És akkor a férfiakat elkezdték tudni az autókon keresztül manipulálni, mert mivel egyre több lett a különböző műszaki eszköz, a férfiakat a műszaki eszközön keresztül tudták és tudják elsősorban azóta is manipulálni. Tehát megnézed, mit művelnek a nők, ha vásárolnak mondjuk ruhát,
vagy megnézed a férfiak vásárlását ruhaügyben, ég és föld különbség van a hölgyek és az urak vásárlása között. Oké? Tehát ég és föld különbség. Tehát mai világban is a legtöbb férfinak úgy jó az a ruha, ahogy van. Tehát nem is akar újat már, mit tudom én, ekkora luk van a cipője oldalán, akkor is jár benne. Érted? A nőnek már nem úgy néz ki, ahogy kellene, már másikat vesz. Érted? Tehát teljesen más módon tudták ezt elérni. Tehát a manipuláció az sikeres lett, ha megnézzük. Tehát sikeres lett. De milyen módon érték ezt el? Tehát gondold végig, ezt nem tudták volna elérni az anyagi világ hajnalán. Az anyagi világ hajnala ugye az a 20. század elejéig tartott. Tehát addig gyakorlatilag milyen anyagi világról beszélhetünk? A házunkról, a berendezésről, ami benne volt, amit több generáció használt, mert olyan anyagból csinálták. Hát mit tudom én, egy szekrényt használt három generáció, vagy négy, érted? Mit tudom én, egy szekrény eltartott 100-150 évig, minimum, minimum. A ruhákat olyan anyagból csinálták, hogy azt is hordhatta a következő generáció is, érted? Nyugodtan. A cipők is olyan anyagból voltak, hogy sokkal nehezebb volt elnyűni, mint most. Tehát gyakorlatilag az anyagi világ az az volt, hogy minek vegyem, mikor az otthon, ami van, az jó. Tehát ezért el kellett kezdeni csökkenteni a termékek minőségét. Oké? Szó szerint csökkenteni. Tehát nem annak következménye lett a termékek minőségének csökkenése, hogy a sok termelés miatt nincs idő a jó minőségre, nem, hanem tudatosan lerontották a termékek minőségét, hogy az emberek kénytelen legyenek újat és újat venni. Na most, tehát az 1800-as években nem lehetett volna fölépíteni egy fogyasztói társadalmat, mert nem volt hozzá ipar. Oké? Tehát az igazi iparosodás az az 1900-as évektől, de inkább úgy mondanám, hogy a második világháborútól indult el, a második világháború következtében. Na most akkor azért megkérdezném, jó? Csak úgy, hogy gondolkodj el. Vajon miért kellett az első világháborúnak létrejönnie? Hát, hogy létre tudjanak hozni egy fogyasztói társadalmat. Mert ha az első világháború nem jött volna létre, akkor nem lett volna egy, abban az időszakban, míg az első világháború folyt, egy óriási mértékű ipari fejlődés. Sorba az összes olyan országban, amelyik az első világháborúban érintett volt. Oké? Tehát ha ezt jobban megnézzük, elérték vele azt, hogy legyen egy hipergyors műszaki fejlődés. Az alatt a hány év alatt? 5 év alatt? 5-6 év alatt? Érted? Tehát amikor háborúk voltak, ha megnézed, ugyanez a második világháború, a második világháború alatt is, akkor a műszaki fejlődés volt, ami kb. 50-60 év alatt szokott lenni. 5-6 év alatt. Tehát magyarul a világháborúk azok olyan tízszeresére gyorsították a műszaki fejlődést. Na most, tehát elérték az embereknél, hogy legyen ipar. Ha megnézed, az ipar azt jelenti, hogy a mezőgazdaságban is óriási iparosodás lett,
hiszen gépesítve lett minden. És az előtte nem volt gépesítve. Előtte mezőgazdasági gépek elvétve voltak. Egy-két gőz, mit tudom én, arató cséplőgép volt, de az se volt jó, mert kigyulladt tőle a termés. Szóval lényeg az, hogy az iparosodást által elérték, hogy legyen műszaki fejlődés. Na most, de ugye a műszaki fejlődés és az iparosodás az mi? A szellemi termék? Mármint szellemi dolog? Inkább úgy mondanám. Nem. Az anyagi dolog. Oké? Na most ennek lett egy másik előnye, az, hogy az emberek figyelmét rá lehetett irányítani az anyagi világra. Na most én fölhívnám a figyelmeteket, hogy itt tanulunk olyanról, hogy számmisztika, a számmisztika több mint 2000 éves tudomány. Ugyanúgy, mint az asztrológia, körülbelül ugyanabban az időben kezdődött el annak a terjesztése, mint tudomány. Tehát ugye az számmisztika alapját Pitagorász hozta létre. Na most Pitagorász, nézzétek meg, mikor élt, jó? Amíg ugye a görög birodalomban, a római birodalom előtt. Szóval lényeg az, hogy ugye a számmisztikában, illetve még egy picit menjünk vissza, hamarosan kezdődik nekünk a számmisztikai képzés, ami a személyiség fejlődéshez nélkülözhetetlen. Mert ha valaki nem ismeri meg a saját személyiségét, nem fog tudni fejlődni. Tehát ha nem tudom, hogy min kellene változtatnom, akkor nem fogok azon változtatni. Világos ez? Tehát ez az alap mindig a személyiség fejlesztésénél, tehát hogy valaki jobbá váljon, mindig az az alap, hogy tudnia kell, hogy min kell változtatni. És az ember nem tudja, hogy min kell változtatni, nem fog változtatni. Na most, a számoknál, a számoknak van energiája. És nagyon érdekes, megint gondolkozzatok el rajta, hogy nem voltak világháborúk a 20. századig. A 20. század az úgy kezdődött, hogy 1900. És ha megnézed, a nagy háborúk 1900-as években indultak el és fejeződtek be. Most miért fontos ez? Tehát ha most azt gondolod, hogy véletlenül jöttek létre a háborúk, meg a világháborúk, te óriási tévedésben vagy. Ugyanis a 20. századba fordulással, tehát 1900-tól mindenkinek bekerült egy 9-es a születési dátumába. Hoppá! Előtte olyan, hogy mindenkinek legyen egy 9-es a születési dátumában, olyan nem volt. Tudod, mikor volt utoljára? 900-ban. Tehát 1000 éven keresztül olyan nem volt, hogy minden embernek, illetve volt, mert mit tudom én, mondjuk ha 10 évig született, 10 év belül született valaki, akkor mint tudom én 1690-es években akkor akik születtek, azoknak benne volt. De olyan nem volt, hogy 100 évig minden ember, aki születik, legyen neki a számában egy 9-es. Ilyen nem, olyan volt, hogy 1-es. Világos? De az 1-es meg a 9-es hót különböző szám. Energetikailag is teljesen különböző szám. Sőt, mondhatjuk azt, hogy valamilyen szinten ellentétes szám a kettő. Tehát
Ugye mit jelent az egyes? Ego. Minél több egyesed van, annál több az egód. Ha sok egyesed van, ego hegyek vannak. De nem is ez a lényeg. Mit jelent a 9-es, hogy mindjárt mondom? Tehát lényeg az, tehát ez csak tájékoztató, úgysem mondom, hogyan változ meg, majd azt mikor odaérünk akkor. Lényeg az, hogy nagyon fontos, hogy 1900-tól minden ember, aki született 1999. december 31-ig, azoknak bekerült egy 9-es a születési dátumában. Érted? Ezt tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy bekerült a legnagyobb szellemi szám a születési energiáiba. Tehát a számok energiákat jelentenek. A születési számaink az alapenergiát jelenti. És addig egy csomó ember volt a bolygón, akinek nem volt 9-ese a születési dátumában. Világos ez? Na most a születési dátumunkban van, megnézzük, 8 szám. Mert mit tudom én, 1970, 10. hó, 23, az 8 szám. És van egy 9. szám is, ami ennek az összege, és ami tovább összeadva a két számjegyet, lesz belőle egy szám. Van 9 szám, de ez a 9 szám az utolsó, az igazából nem számít, mert tuti, hogy az te nem vagy. De ahogy én tapasztaltam, mióta tanulom a számmisztikát, tanultam, és tanulom is, ugye hogy tanulja az ember, ha már tanulta? Hát a gyakorlatban. Hát én gyakorlom is a számmisztikát, és ezáltal tovább fejlesztem magamat. És tudjátok, mit tapasztaltam? Ha bárkinek van a születési dátumába kivétel a végszáma, tehát a 8. utáni 9-es szám, tuti, hogy azt a számot éli. Tehát van 8 számod, és van bármelyikből, bármelyik számod benne a születési dátumodban, tehát most csak a dátumot nézzük, azt, annak az energiáját tuti, hogy éled. Tehát ha például mondjuk 1970-ben született valaki, mit tudom én, 12. hó, 24, vagy 31-én, csak most mondtam valami, tuti, hogy ami számokat most elmondtam, ott volt egy 1-es, egy 9-es, stb. Stb. Érted? De még jobb lett volna olyan számot mondanom az 1970 helyett, mondjuk 1973, csak most mondtam valamit, ott volt 4 szám. Tehát, hogyha valakinek a születési dátumában benne van a 9 számból bármelyik, tuti, hogy azt a számot éli. Mi az, hogy éli? Annak az energiái megnyilvánulnak az ő működésében. Tehát, hogyha neked a születési ebben a 8 számban van 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-asod, vagy akár 9-esed valamelyik helyett, tuti, hogy azt annak a számnak a tulajdonságait kifelé kinyilvánítod. Hogy biztos? Világos ez? Na most, ha hiányzik az a szám, akkor, tehát bármelyik szám, akkor tuti, hogy annak a tulajdonságait nem nyilvánított ki. Tehát például valaki nem hiányzik a 3-as, akkor ő nem szórakoztató. Ha hiányzik a 2-es, akkor ő nem egy segítő típus. 1-es nem tud hiányozni, mert mindenki avval kezdődött a múlt században. Ha hiányzik a 4-es, akkor tuti, hogy nem egy realista típus. Ha hiányzik az 5-ös, tuti, hogy nem egy optimista típus. Ha hiányzik a 6-os, akkor tuti, hogy nem egy harmonikus típus. Tehát nincs harmónia az életében.
Ha hiányzik a 7-es, tudja, hogy céltudatossági gondjai vannak. Ha hiányzik a 8-as, hogy biztos, hogy hiányzik a karrier és a szenvedély az életében. Ha hiányzik a 9-es, na ez se hiányozhatott. A múlt században. Világos ez? Tehát volt két szám, amit mindenki megkapott a 20. században. Ez pedig az 1-es és a 9-es. Na most mi a, hogy vannak a számok? Csak hogy tudjuk. 6 anyagi számunk van, az első 6. És 3 szellemi számunk, a 3 utolsó. Na melyik lehet a 3 utolsó? 7-es, 8-as, 9-es. És melyik a legmagasabb szellemi szám? A 9-es. Na most, itt van a kutya elásva. Amikor rájöttek arra, hogy mindenkinek van egy 9-ese 1900-tól, ha akkor született. Nehogy már a szellemiség eluralkodjon netán a bolygón, gyorsan be kell vezetni valamit, valami óriási technikai fejlődést, mert a szellemiségnek az ellentéte az anyag. Világos ez? Tehát az első világháborút úgy kezdték már el, hogy már léteztek harckocsik. Tehát magyarul már felkészültek az első világháborúba. Az első világháborúra. Az első világháborút már nem lóval és karddal akarták megvívni. Hát most gondold végig, minek jött létre harckocsi már az első világháború előtt? Mert készültek arra, hogy lesz első világháború. Világos ez? Magyarul már kísérleteztek azzal, hogy hogy lehet védelmet csinálni a golyók ellen. Érted? És kitalálták erre a harckocsit. És ugye kezdetben azok törtek előre a háborúba, amelyik országoknak már volt harckocsiuk. És amelyiknek nem volt, nem tudott golyókkal, nem tudta megsebesíteni a harckocsiban ülőket. Világos ez? Hiába voltak golyók, vagy akár ágyú golyók, harckocsi kirögte. Szóval jó, utána ugye a technikai fejlődés révén ezt is megoldották, de ez már részletkérdés. Tehát magyarul szerinted egy harckocsinak a kifejlesztése az egy hónap, vagy egy év ki van csukva? És az első világháború úgy indult el, hogy kész harckocsik voltak. Jó, ilyen nagy böhömdögök, ilyen 70 tonnás, de az egy dolog. Érted? Csak egy lánctalp ilyen magasan futott, érted? Nem ilyen alacsonyan, mint a mostani. Magasabban volt a lánctalp jóval, mint maga az ember. Na most lényeg az, hogy de megindult, de volt harckocsi. Tehát magyarul már valamikor az 1900-as évek elején elkezdtek kísérletezni a háborús eszközökkel. Hát minek kell? Békében minek kell harckocsi? Semminek. Ennyi. Érted? Tehát ha harckocsit kísérleteztek, akkor az azt jelenti, hogy készültek a háborúra. Világos ez? Tehát addig, ha megnézed az első világháborúig a csatákat, karddal, lóval, meg ágyukkal, meg jó már puskákkal, később géppuskákkal vívták, érted? Mert ugye az 1800-as évek végén már voltak géppuskák. Szóval a lényeg az, hogy fölkészültek rá, de miért készültek rá? Arra, hogy legyen egy világégetés, aminek több haszna van a világégetésnek, mert például az USA fejlődését tanulhattad a szocializmusban,
és a legnagyobb fejlődése az USA-nak, gazdasági fejlődése, fellendülése az első világháború alatt, a második világháború alatt, akkor folytatom, a koreai háború alatt és a vietnámi háború alatt volt. Hoppá. Érted? Na most, ha ezt tovább nézzük, ezeket a dolgokat, rájöttek tehát arra, hogy húha, itt nagy gond van, mert kaptak egy 9-est. A 9-es az a legmagasabb szellemi szám. Azt jelenti a 9-es, hogy szellemiség. Tehát én azt látom, hogyha valakinek van 2-es a születési dátumában, az tudja, hogy a segítés az nem áll távol tőle. Az is biztos, hogy ha van 3-asa, akkor tudja, hogy tud szórakoztatni másokat. Ha van 4-ese, akkor tudja azt, hogy képes reálisan gondolkodni. Ha van 5-ese, akkor tudja, hogy nem egy pessimista típus, hanem optimista. Ha van 6-osa, akkor tudja, hogy mi a harmónia. Olyan hülyeség ez a harmónia szó. Tudod miért? Mert az embereknek fogalmuk nincs, hogy az mi. Tudod, mit jelent a harmónia? Hogy képes szeretetet adni és kapni. Mi a francért nem az szerepel benne a harmónia helyett, hogy szeretet? Nem is értem. És akkor onnantól kezdve az emberek tudnák, hogy mit jelent. Jó, tehát az azt jelenti, hogy akinek van 6-osa, az képes kimutatni a szeretetét, és képes fogadni a szeretetet. Oké? Akinek van 7-ese, az elég céltudatos. Akinek van 8-asa, annak van szenvedélye, és ezáltal képes karriert létrehozni. Akinek meg van 9-ese, az pedig képes a szellemi teremtésre. Hoppá! És képzeljétek el, egyszer csak rádöbbentek, valamikor a századforduló elején, nem most, hanem az előző századforduló elején, hogy hűha, itt az emberek tömegei képesek lesznek a szellemi teremtésre. Mit jelent a szellemi teremtés? Az jelenti, hogy a gondolatával előre megteremti, amit utána létrehoz a kezével. Világos ez? Hú, hát ez nagy baj. Hú, de nagy baj. Valamit kellene csinálni, hogy ne tudjanak az emberek szellemi teremtésben részt venni, illetve ne teremtsenek szellemileg. Mit? Kitalálták azt, hogy mi az ellentéte a szellemiségnek? Az anyag. Akkor tehát az anyagot fel kell fejleszteni, és manipulálni kell az embereket arra, hogy vegyenek orba-szájba anyagokat, érted? Ruha, stb. Ez mind anyag. Minél szebb házad legyen, minél drágább, érted? Minél szebb legyen a berendezésed, minél drágább, és megnézed, minél nagyobb a ruhatárad, annál több pénzt költötted rá. Tehát lényeg az, hogy rá vezették az embereket manipulatív módon, hogy az anyag felé kötelezzék el magukat. Na most, te vagy anyagias vagy, vagy szellemiség. Most nehogy szellemiségé váljanak az emberek, mint például Jézus volt, csak úgy mondanám, csak hogy tisztában legyetek, mi az, hogy szellemiség. Nehogy már azzá válj, ezért gyorsan fel kellett fejleszteni az ipart, azt meg úgy lehet direkt módon felfokozni, hogy csináljunk egy háborút. Világos ez? Egy jó nagyot. És ugye kettőt is, nem is egyet. Még gyorsabb legyen a fejlődés. Nehogy az emberek észbe kapjanak, hogy hát van egy olyan energiám, hogy én engem érdekel a szellemi dolgok. Nem csak a fizikai dolgok, hanem érdekelnek a szellemi dolgok. De ha nagyon be van valaki manipulálva az anyagba, akkor hiába van ez a belső késztetése, tehát energetikailag hiába ott van a 9-es. Nem kezdi elélni.
Tehát hogyha valakinek ott van az ötöse, mondjuk optimista, és folyamatosan mondják neki a negatív dolgokat, akkor előbb-utóbb elveszti az optimizmusát. Világos ez? Tehát az ember úgy működik, hogy bármi ott van, ha például ott van a szórakoztató benne, ami azt jelenti, hogy állandóan dumálni akar, és de úgy, hogy szórakozzanak az emberek, tehát nagyon jó kommunikációval rendelkezik, hát hogy lehet megszüntetni ezt? Hát hogy nincs kivel beszélnie. Érted? Ennyi. És akkor onnantól kezdve megszűnik. Tehát ezeket mind meg lehet szüntetni, kivétel egyet, az egyest, ugye, mert az az érről szól, az egóról szól. Tehát azt azért nehéz, de azt meg lehet az ént, meg lehet lovagoltatni, lovagolni. Szóval elérték azt, nyissunk ajtót. Köszönöm szépen, teljesen. Hadd jöjjön egy kis levegő. Meleg van. Indítsak légkondit? Egyiket. Be van kapcsolva, jó. Azt mondja, egy pillanat. Jó. Szóval szépen kidolgozták, elérték, kialakították a világot olyanra, hogy az embereknek a belső energiájuk, ami azt mondja, hogy érdekeljen a világ működése, érdekeljen az ember működése, ezt kiiktatják azzal, hogy egy dolog érdekeljen téged, az anyag. Tehát az, hogy mit veszel, az érdekeljen. Mert ugyanis a szellemiség az nem kerül pénzbe. Érted? Az az egyetlen, ami nem kerül pénzbe. Szépen elérték az emberiséggel, hogy elnyomják a kilencesüket. Királyul elérték. Na most képzeld el, még azoknál is sikerült elérni, akinek esetlegesen több kilencese van. Na most akkor nézzük meg, van három szellemi szám. A 7-es, 8-as, 9-es. Még nagyobb gond, hogy a 70-es években mindenki kapott, aki született egy 7-est. A 80-as években mindenki, aki született, kapott egy 8-ast. A 90-es évekről nem is beszélve, mert mindenki, aki 90-es években született, kapott 2-9-est minimum. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy hát ott még nagyobb erővel kell a 9-est elnyomni, a szellemiséget elnyomni. Na most ezek a számok úgy működnek, hogy azért kaptál olyan számokat, amikor születtél, ugye megkaptad ezeket a számokat, azért kaptál, mert neked ahhoz kapcsolódik a küldetésed. Tehát azokból a számokból áll össze a küldetésed, amilyen számokkal rendelkezel a születési dátumodban. A neved az csak másodlagos. És onnantól kezdve kaphatott az ember egy olyan küldetést. Mit jelent a küldetés? A küldetés az az életcél. Nem az életfeladat, az életcél. Az a küldetés. A legnagyobb cél, amit az életedben teljesítened kell. És minden cél ahhoz képest nudli. Tehát bármilyen célt kitaláltál eddig, igaz? Bármilyen célt eddig kitaláltál az életedben, az a küldetéshez képest egy nudli. Világos ez? Még akkor is, ha neked akkora egód, hogy majd szétdurran a fejed, és azt mondod, hogy te aztán tudod, hogy neked mi a célod. Világos? Az embernek az a legfőbb célja, annak kellene lenni a legfőbb céljának, amiért leszületett, és pont azon a napon, amikor leszületett. Tehát van egy küldetésed. Neked is, meg mindenkinek.
És ha az a küldetés tartalmazza például a 9-est, akkor biztos, hogy neked, sőt, akár több 9-est, akkor biztos, hogy neked a szellemiséggel dolgod van. Mint bármelyik más számmal, ami bent van a születési dátumodban. Milyen dolgod van? A dolgod azt jelenti, hogy éled annak a számnak az energiáját. Világos ez? Na most, ha nem éled bármelyik számnak az energiáját, ami benne van a születési dátumodban, akkor tudod, mi lesz veled? Rosszul fogod magad érezni a bőrödben. Világos? És minél több számodat nem éled, amivel leszülettél, abból a 8-ból, annál inkább nem fogod élvezni az életet. Minél több számot élsz abból, amiben leszülettél, annál jobban fogod élvezni az életedet. Na most akkor nézzük tovább. Tehát az emberek még gyönyörűen elérték, hogy ne éljék a szellemi számukat. Tehát például a 70-es évek szülötteinél, 80-as évek szülötteinél, 90-es évek szülötteinél, érted? Mindegyiknél. Sokkal jobban, mint előtte. Mert én például a 60-as évek szülöttje vagyok. A 60-asra semmi gond nincs. Hát nagyon szellemi szám. Világos ez? Nekem ugye a születési dátumom van, tehát a dátumomban csak egy 9-es van, nem kettő. Oké? Persze születhetett valaki 9. hóban, születhetett vagy mondjuk 9-én, vagy 19-én, akkor neki van több 9-ese. Érted? De most gondold végig. Most, hogy itt hallgatsz engem, és mondjuk, ha tanuló vagy, hány éves korodra jutottál oda, hogy szellemi dolgok érdekeljenek? Jó kérdés, nem? Hogy nem, a legtöbb ember nem gyerekkorától érdeklődött ez iránt, az hogy biztos. Tehát sikeresen elnyomták a 9-esedet. Érthető? Mivel? Mondom még egyszer, mivel lehet elnyomni a szellemiséget? Az anyaggal. Tehát itt van három szám. Gondold végig, ha van neked 7-esed, 8-asad, 9-esed a születési dátumodban, érted? Tehát 9-esed biztos van, ha a múlt században születtél, de ha van még mellette 7-es, 8-as, akkor sokkal, még sokkal erőteljesebb a szellemi irányultságod. Mégis rengeteg embernek van 7-ese, 8-ese, 9-ese is a születési dátumában, például nekem is van 7-esem. Annál inkább van az, hogy az illetőt el kellett nyomni. Oké? Annál inkább. Mivel lehet a legjobban elnyomni? Hogyha a figyelmét az anyagra koncentrálja az illető. Ennek része az alkalmazotti lét. Mert a vállalkozói létben szükség van a szellemiségre, különben soha nem fogsz tudni megfelelően megélni a vállalkozói létben. Az alkalmazotti létben nincs szükség szellemiségre. Ott nincs szükség rá. Mert ott megmondják, hogy mit csinálj, neked nem kell kitalálni semmit. Mert a szellemiség azt jelenti, hogy gondolkodsz, és kreatívan létrehozol magadnak jó dolgokat. Érted? Most az alkalmazottak nem kell.
Az a lényeg, hogy menjél dolgozni, csináld meg azt a munkát, amit rád bíztak, és ezért megkapod a juttatást, az anyagi juttatást. Kész. Nem kell kreatívnak lenni, nem kell. Sőt, rossz, ha gondolkodsz. Kifejezetten. Nem is szeretik a munkáltatók, hogyha az alkalmazottai gondolkodnak. Tehát szépen elérték az embereknél, hogy a szellemiség az háttérbe helyeződjön. Igen ám, de ha van 9-es, 8-asod, 7-esed, vagy ezek közül bármelyik, és te nem éled a szellemiséget, nem is fogod magad jól érezni. Oké? Tehát ha bármelyik számodat, ami a születési 8 számodban benne van, nem éled, nem is érzed jól magad. Például egy 3-as, amely nem tud szórakoztatni, hát baromi rosszul érzi magát. Világos? Mondjuk egy 2-es, amelyik nem tud segíteni, baromi rosszul érzi magát. Satöbbi, satöbbi tudnám fokozni a többi számokkal. Világos ez? És persze ez azt jelenti, hogy kevés olyan ember, nincs is, a múlt században nincs is olyan, akinek minden száma 1-es. Tehát nem tud olyan lenni. Oké? Mert minimum egy 9-ese még van az 1-es mellé. Bár már azok nem élnek, akik 1911-ben születtek. Azok már általában nem élnek, mert több mint 100 évesek lennének. Jó? Tehát gyakorlatilag legalább 3 olyan, tehát még 2 olyan számod van, vagy akár 3, ami nem 1-es. Oké? Na most az ember tehát, ha nem éli azokat a számokat, amivel született, az a 8 számból, akkor nem érzi jól magát a saját életében, a saját bőrében. Kérdezem én, nem kellene, hogy jól érezd magad a bőrödben? Nem kellene. És hamarosan indul, az a hamarosan, az pontosan nem tudom meghatározni, hogy holnap, vagy egy héten belül, vagy 2 héten belül, vagy 3 héten belül, nem tudom meghatározni, mert még az előző képzésünk folyik. Ugye most milyen képzésünk van? Hangulatunkat hogyan javítsuk. Utána pedig jön, hogy a bennünk lévő energiákat, a számainkhoz kapcsolódó energiákat, sőt, még a nevünkhöz kapcsolódó személyiségi energiákat is hogyan hasznosítsuk. Vagy hogyan változtassuk meg, hogyha hiányzik mondjuk az az energia. Vagy túl sok van belőle. Mert ugye az se jó, ha valaki 1999, 9. ó, 9-én született. Baromira nem jó. Szóval lényeg az, hogy van itt egy olyan tudás, ha megnézed, aminek köszönhetően az ember elkezdheti a saját élethelyzeteit helyesen kezelni. Problémáit megelőzni, vagy megoldani, céljait megvalósítani. Sőt, abban is tudást tudunk adni az embereknek, hogy hogyan segítsen másoknak ezekben. De miért csináljuk ezt az egészet? Mert az a világ, ami volt eddig, amiben felnőttél, az véget ért. Tehát nem vége felé jár, véget ért. Most egy átmeneti korszakban vagyunk. 2012. december 23-ától van egy átmeneti időszak. És ez az átmeneti időszak 2035-ig tart. 2035-ben egy új korszaknak kell elindulnia. Azt az új korszakot aranykornak fogják hívni. Most átmeneti korszak van.
aranykorszaknak fogják hívni, aranykornak fogják hívni. Az aranykor azt jelenti, hogy elnyomásmentes kor. Az elnyomásmentes korra azért van szükség, hogy az emberek tudjanak fejlődni, ne essenek állandóan vissza az elnyomás hatására. Tehát folyamatos fejlődést tudjanak létrehozni. Mert ugyanis addig, míg vannak elnyomók, ezt a legtöbb ember nem tudja megcsinálni. Ez egy különleges olyan környezetre van szükség, ami elnyomóktól mentes. Oké? Tehát, hogyha te elnyomóktól mentes környezetet hoznál létre magadnak, akkor tudnál folyamatosan fejlődni. De ameddig az elnyomók körülvesznek, már pedig a bolygón minden ötödik ember elnyomó. Csak honnan jössz rá? Mi azt is tanuljuk, hogy hogy jöjjünk rá, hogy a környezetünkben ki az elnyomó. Ugyanis a nem elnyomókat, a 80%-ot szociálisnak hívjuk, szociális emberek. Az elnyomók szociális köntösbe bújva elnyomóskodnak. Tehát az azt jelenti, hogyha neked nincs szakértelmed arra, hogy hogyan találd meg az elnyomókat, akkor olyan, mintha vadásznál, és ott az erdő, és így lövöldözné bele, hát ha beleszalad egy vad. Érted? Tehát magyarul nem tudod biztosra a technológia nélkül, hogy ki a szociális és ki az elnyomó, mert a szociális emberek az elnyomás hatására elnyomoskodnak. Az elnyomók maguktól elnyomók, nem kell elnyomni őket. Világos ez? Ez a különbség. Tehát, hogy most valaki magától elnyomó, vagy pedig azért elnyomó, mert elnyomják és tovább adja az elnyomást, na ehhez kell szakértelem, hogy az ember rájöjjön. Például ilyeneket is tanulunk itt. Nem tudom hány helyen tudsz ilyeneket tanulni. De menjünk tovább. Tehát lényeg az, hogy az aranykornak, tehát nem hangzott el, bár lehet, hogyha már néztél olyan videókat, ahol házigazdák vannak, de elhangzott, bocsánat, mert most házigazdák voltak, hogy nekem vannak olyan képességeim, ami nem átlagos. Például olyan, hogy van kapcsolatom a fentiekkel. Ami azt jelenti, hogy küldenek információkat, sőt, kérhetek tőlük információkat. És nem majd küldik az információt, mint az agykontrollosok, ahogy tanulták, hanem mondjuk 3 percen belül itt az információ. Mert ugye az agykontrollosok mit tanultak? Azt tanulták, hogy tegyék fel a kérdést, és akkor figyeljenek jó alaposan, és akkor ilyen 24, 48, 72 órán belül valamilyen formában meg fogják kapni a választ. Na hát ez nálam nem így van. Jó? Tehát lényeg az, hogy kérdezhetek a múltról, jelenről, jövőről, hát jóval jelen mindig csak pillanat. Kérdezhettek akár személyesen emberek jelenéről, jövőjéről. De ez most ebből a szempontból részletkérdés. Más egyéb képességeim is vannak, de az is most részletkérdés. Szóval, lényeg az, hogy 2035-re lenni kell egy aranykornak. Ha ez az aranykor nem jön létre, akkor nagy baj lesz. Tehát nagyon nagy baj lesz, ennek létre kell jönni. Megvan a vésztervük is a fentieknek, hogy mi a vészterv. Tehát egy dologban tudnak segíteni. Hogyha ez az emberiség nem alkalmas a túlélésre, tehát nem képes a szellemi fejlődésre, akkor minek van? Tehát egy dolog van, az emberiségnek szellemileg fejlődni kell.
Tehát nem visszafejlődni, hanem fejlődni. Ehhez, hogy az emberek fejlődjenek, sajnos nyomás alá kellett őket helyezni. Örüljetek, hogy nem természeti katasztrófák révén. Elsősorban. Hanem csak másodsorban. Az emberek nyomás alatt vannak, és most van a kiválasztódása, 2026-ig van a kiválasztódása annak, hogy kik azok, akik ezen a próbán átmennek, és kik azok, akik megbuknak. Tehát magyarul a nyomás létrehoz egy változás igényt. És a változás igény része a szellemi fejlődés. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy az ember olyan dolgokhoz fordul, ami nem anyagi természetű, hanem szellemi természetű. Tehát erre van egy mondás, a zuhanó repülőn nincs ateista. Ugyanis a zuhanó repülőn mindenki a jó istenéhez fohászkodik. Oké? Tehát az azt jelenti a szellemiség, hogy az ember hisz olyan erőkben, entitásokban, energiákban, ami nem az anyaghoz kapcsolódik. Oké? Hát gondold végig, a gondolatod az anyag? Nem. A gondolkodásod az anyag? Nem. Jó? Ilyen egyszerű. És akkor úgy kérdezném, hogy vajon hol tanulsz ilyen dolgokat megfizethető áron? Egy hely van a bolygón. Az egész bolygón. Úgy hívják, hogy Nyílt Akadémia. Azon belül úgy hívják, vagy azon túl úgy hívják, hogy PPH. Mert a PPH hozta létre a Nyílt Akadémiát. Tehát van nekünk egy akadémiánk, ahol az embereket tanítjuk abszolút megfizethető áron. De a módszereket azt nem a díjmentes részben adjuk. Tehát, hogyha neked van 9-esed, vagy 7-esed, vagy 8-asod, vagy akár mind a három, és te mégsem éled a szellemiségeket, az megmondom őszintén, bajba vagy. És bajba is leszel addig, míg nem kezded el élni. Világos voltam? És lehet, hogy időnként vannak jó napjaid, vagy netántán még jó heteid is. De nem, az élet nem arról szól, hogy vannak jó napjaid. Meg nem arról kellene szólni, hogy vannak jó heteid, hanem azt jelenti, hogy van egy jó életed. Világos ez? Egy olyan életed, amit szeretnél magadnak. Érted? És ha te nem éled a 7-es, 8-as, 9-es számaidat, akkor ne várd azt, hogy jó életed legyen tartósan. Mert nem lesz. Jó? De ha te a szenvedést választod, ez a te dolgod. Mert ugye szabad akarat van. Te választod el. Választhatod a szenvedést, vagy választhatsz ehelyett, a szenvedés helyett egy boldog életet. Ha éled a születési számaidat. Oké? Ennyi. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Szeretlek benneteket, visszaadom a szót a házigazdáimnak. Sziasztok! Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós Mesterkósnak ezt a képzést, hát ebben megint minden benne volt. És akkor én is el is mondanám, hogy én természetgyógyászként dolgozok több mint 25 éve, dolgoztam.
már akkor foglalkoztam a lélekkel és szellemiséggel, és tényleg nincsen más választásunk, vagy fejlődünk, vagy nem lesz semmi az életünkkel. És én éreztem, hogy valami hiányzik ahhoz, hogy tudjak segíteni másoknak úgy, hogy ők is tudjanak változtatni az életükön, de nem volt hozzá technikám, itt mindent megkaptam. És én elmondhatom, hogy akár a magánéletemben, akár a munkámban, a Nyílt Akadémián kaptam meg minden olyan tudást és technikát, amivel valóban jobbá lehet tenni akár a saját, akár a mások életét. Semmi más nem tudok tanácsolni, csak azt, hogy akik már tanulók élőben nézik, gyertek akár ide az irodába, szemináriumra, vezetőitekhez, sehogy máshogy nem lehet fejlődni, csak úgy, ha tesztek önmagatokért, és jöttök. Hát én is nagyon szépen köszönöm a Szedacsik Miklós mesterkócsnak ezt a színvonalas előadást. Civil foglalkozásom, jelenleg még szivattyúgépészként dolgozom, de én is nagyon a PPH fele tendálódom, és nem beszéltünk családi alapunkról, párkapcsolatban élünk, és Rákóczi falváról érkeztünk. Igen, és itt találkoztunk a PPH-nál össze, és azóta egy nagyon boldog kapcsolatban vagyunk azóta is. És itt Miklós itt nagyon elgondolkodtatott ezzel, hogy éljük a számainkat. Hát én is a 3-9-esemmel, meg a 2-7-esemmel én mindent csináltam, csak éppen a spiritualitás felé nem orientálódtam. Holott, igen, ezt a párom is mondja, hogy olyan is volt az életem. Hát már most elég régóta rájöttem, és itt a PPH-nál nagyon sokat tudtam változni. Mind családi helyzetemben, mind a munkahelyemen, mind az emberekkel való bánásmódban, mind az önbizalom hiányomat, mindent meg tudtam változni. Egy 180 fokos fordulatot vett az életem, mióta Miklóst és a PPH-t ismerem. Tulajdonképpen mindent a Nyílt Akadémiának köszönhetek, és ezt tudom tanácsolni csak nektek is, hogy én nagyon sok emberrel találkozok, akik megelégszenek a úgymond az ingyenes része, felvilágosult része. Nézzétek a fizetős részt is, próbáljátok ki, veszteni, nem tudtok veszteni semmit, egy megfizethető összegért bármikor jelentkezhettek, legalább 3 hónapra azt tudom tanácsolni, hogy próbáljátok ki. Bármikor jelentkezhettek, kötelezettség nincs, állandóan egy úgymond körforgás alatt tartjuk az képzéseket, tehát bármikor belecsatlakozni. Jöjjetek, döntsétek el, éljétek a saját életeket, számaitokat, amit Miklós mondott. Nagyon jó hely, nagyon jó közösség, itt mindent meg tudsz találni. Most szünetet tartunk, utána önismereti hangulatjavító kócsképzésünk lesz, melyet ha van lehetőséged, várunk szeretettel. Ha úgy érzed, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részt vettél és megtiszteltél minket, akkor elköszönünk tőled. Felhívnám figyelméket, főleg az új tanulóknak, hogy tehát kell kapcsolni a fizetős oldalra. Sokan jelezték, ezt is már visszahallottam, hogy nem bírták nézni a fizetős részt, mert nem tudtak, hogy át kéne kapcsolni. Hát itt figyelmeztetek, hogy kapcsoljatok át, és ott találkozunk 25 perc szünet után. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket.